Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit, ismét itt vagyunk a receptkönyvvel, és ismét jó magam és kolléganőm Katonka Niki készít el egy ételt, és lesz még egy segítségünk, aki minden bizonnyal feltűnik majd a képernyőn. Charlie-ról, Niki labradorjáról van szó, aki majd minden bizonnyal, amikor már különböző illatokat lehet érezni, tiszteletét teszi itt a Konyhasziget környékén. Ma egy szicíliai húsgolyók nevű ételt fogunk készíteni, a történetéről, származásáról majd egy picit később. Átadom viszont a szót Nikinek, hogy elmondja, hogy mi minden szükséges ez az ételhez. Na hát én is köszöntök mindenkit. Fogunk készíteni húsgolyót paradicsom szósszal. A húsgolyót ezt külön fogjuk elkészíteni. Begyúrjuk. Fritőzben megsütjük. Amit lehet olajban is, vagy akár sütőben is, igen. Ki hogy szeretné. Illetve a szószt pedig majd egy serpenyőben fogjuk elkészíteni. Szükségünk lesz darálkmarha húsra, tojásra, hagymára, fokhagymára, konzervparadicsom egész, vagy darabolt, bármelyik jó. Sima konzervparadicsom. Mármint püré. Püré, igen. Akkor zsemlemorzsa, áztatott zsemle. Amit már túl van időre, és kinyomkodtunk, igen, száraz gyömlét kell. Só, bors, oregano, paprika, majoránna, bazsalikon, petrezselyem, cukor, olívaolaj, ki fogunk főzni hozzá spagetti tésztát, és akkor egy kis parmezánnal fogjuk megszórni a végén. Úgyhogy kezdjük is el, én elkezdem összevágom a hagymát és a fokhagymát. Jó. Te pedig akkor... Elkezdem begyúrni a húsgolyót. Elkezdem összeállni a hagymát és a fokhagymát, amelyekre majd a szószhoz lesz szükség. Niki pedig elkezdő összeállítani a húsgolyókat, amelyek némileg hasonlítanak a mi fasírtunkhoz majd. Igen. Annyi különbségre, hogy itt a marhahús az, amit használunk. Igen, és ebben nem kerül bele a hagyma, hanem majd a szószba fogjuk beletenni. Jó, akkor én a húsgolyóhoz hozzáteszem az áztatott zsemlét. 2 kanál zsemlemorzsa. Megérkezett Charlie. Nyújtózkodik, aludt. 2 egész tojás. 1 kis bors. Az ízesítés, és közben mit ezt csinálod, én elmondom, hogy a szicíliai húsgolyókat honnan eredeztetik. Ugye van egy olyan verzió, hogy az Amerikába kivándorolt olaszok találták ki, vagy vitték ki magukkal ezt az ételt, de az eredeti verzió szerint ez olasz étel, kifejezetten mégpedig főleg a déli tartományokban ismert étel, különböző receptekkel, ami nem meglepő, hiszen például a magyar egyik nemzeti elevelnek tartott töltött káposztát is többféleképpen csinálják. Csinálják a kisebbet, nagyobbat töltik rizssel, adott esetben kukoricával, káposztalevélbe, szőlőlevélbe. Mm-hmm. De visszatérve a húsgolyókhoz, a lényeg az, hogy sok paradicsom, ugye, mint elhangzott, hogy a reszeltben ott van, a marhahús, és akkor mi ezzel az elkészítési móddal csináljuk, de ha valaki másképp csinálja egy picit, akkor is biztosan ugyanolyan finom lesz. És hát aki látott olasz filmet, vagy amerikai olasz filmet, az láthatta, hogy az étkezéseknél általában tésztát tesznek az asztalra paradicsommal, és akkor adott esetben ilyen húsgolyókkal, tehát egy olasz valamilyen szinten nemzeti ételről van szó. Tészta ugye ott mindennél játszik, és akkor kérdés az, hogy mivel tuningolják fel, milyen feltételt kap. Itt ez a paradicsomos húsgolyó lesz az, ami már nagyon szépen alakul Niki kezei alatt. Igen, közben beletettem a sót, a borsot, majorannát és petrezselyemet, a többi fűszer pedig a szószba fog belekerülni. Igen, és mivel olyan fűszerekről van szó, amelyek karakteresek, az íze is nagyon finom és karakteres lesz majd a szicíliai húsgolyónak. Ezt ide gyűjtöm, és azt hiszem 4 gerec fokhagymát mondtál? 4 gerec fokhagyma, hát, igen. 4 gerec fokhagyma meg lesz. Már egy lehet, hogy elszökött, de megfogjuk. Így van, ezt berakom ide. És akkor, amíg az elkészül, addig
én is elkészülök. Az állaga már nagyszerű. Akkor az azért ez mégiscsak a te recepted, úgyhogy kóstold már meg, légy szíves, hogy na, így csak egy picit az ujjammal. Megfelelően. Én egy pici sót még mindenképp jó. tennék bele. Jó, nekem bele egy keveset. Nem is olyan pici, de ezzel jó lesz szerintem. Ugye mindenféle hús másképp kell fűszerezni. A sertős húst, a barna húst, a bárány húst, mert más az alap íze. Úgyhogy az főzés közben kitapasztalja, aki csinálja, mikor másodszor, harmadszor, hogy mennyi fűszer kell hozzá. Jó. Szerintem ez megkészültünk. Igen, én közben elvágom a fokhagymást, ezt is elteszem innen, hogy ne legyen útban. Sőt, én pedig egészen oldalra. Megcsinálom a formázást. Jó. Mondtad, hogy fritőzben csináljuk ezúttal. Igen. Mennyi fér bele egy cellre hát, fritőzbe? 10-12 darab szerintem. Aha, és mennyi idő, ami... Egy olyan 20 perc. 20 perc. Na, az pontosan tökéletesen elég arra, hogy addig elkészüljön a szósz, és akkor is megfőjön a tészta. Na. Jó. Idehoztam a fritőznek a kis tartáját, és akkor ebbe bele fogjuk. Közben megszámoltam, 30 darab húsgolyó készült, tehát ha 15 belemegy, már pedig is szemre belemegy, akkor igen, és akkor az nagyjából fülhet. 40 percünk van arra, hogy a szószt elkészítsük hozzá. Közben ugye ez az, a sütési módon nem használunk zsírt, vagy igen, olajat, vagy igen, azért igen. szeretem ezt. Meg hát aki módszer. Nem szereti, vagy nem ehet zsírosan, olajosan, annak is praktikus. És amíg sül, párhuzamosan két dolgot is csinálhatunk. Egyrészt elkészül a szósz, másrészt pedig egy másik lángon kifőzhetjük a tésztát. Mi spagettit főzünk hozzá, de nincs kőbevésve, hogy milyen tésztával, lehet makarónival, lehet vagy akár pennével, házi tésztával vagy is akár házi tésztával, így van, aki azt szeretné, úgyhogy ki mit szeret, kinek mi a kedvence. Mi pedig akkor tegyünk fel vizet szerintem. Felfő, addig Niki elkészíti a szószt. Előkészítem, azt hiszem, hogy ide kell majd a bazsalikom. Igen, oregano. Só, bors. Só, bors. Bors, egy kis paprikát is tehetünk. Cukor. És a cukor rószerivel, igen. Paradicsomos dolgunkhoz. És akkor beletesszük a... A fokhagyja mindenképp. A hagymától lehet, hogy magyaros lesz a szicíliai húsgolyó, de az sose baj, hogyha egy pici íz a hazaiból is van benne. Benjen bele a paradicsom püré, és akkor utána jó. lehet fűszerezgetni. Mert ugye paradicsom püré édeské, és a paradicsom egy picit még cukrot is teszünk hozzá, viszont cukor általában azért kerül minden ilyen, mert jobban kihozza majd az ízeket.
ezt a hámozott konzervált paradicsomot javaslod, vagy inkább a frisset? Hát figyelj, ha van friss, akkor mindenkor, mindenből jó friss. Kicsit babrásabb, mert meg kell hámozni, de hát annak is meg a technikája, hogy a paradicsom éjje lejöjjön. De ez most így készen, és akkor jöhetnek a fűszerek. Jó, szemreérzésre szerintem most. Akkor egy bors az fártekerés bors. Az mindenhez jó. Igen, én keverem. Oregano. Igen, használják is az olaszok sok mindenhez. Azt szintén azt mondom, hogyha látunk olasz filmet, vagy nem csak olasz filmet, hanem olyan amerikai filmet, ami Olaszországról szól, azért a gasztronómia nagyon sok filmben főszerepet játszik, most nem csinálok reklámot egy filmnek sem, de aki szereti a hasonló filmeket, az tudja, miről beszélek. Belerakjuk a bazsalikomot. Igen, szerintem ezt nem kell sajnálni. Nem. Hogy ez adja majd a klasszikus ízt. Paprika. Paprika az egy pici, mert ugye ott a paradicsom. Igen, ez is, hogy cukrot mennyit érdemes beletenni? Nem sokat szerintem. Egy kicsit megszórjuk. Jó, így van, hogy azzal kezd kis össze. És egy kis só. És jót azt mindenképp, és utána majd te kóstolsz egyet, meg én is. Nagyszerű. Kezdetek óta egy óra és néhány perc, 3-4 perc eltel, és gyakorlatilag itt van készen minden, már csak egy tálalás hiányzik. Még keverek egyet a húsgolyókon, Niki pedig csinál egy szép kis tányért, hogy igen, láthassuk, hogy milyen a kész produktum. Szerintem a tésztám van. Itt a tészta, elkészült. Spagetti, de még egyszer mondom, szabadon választott a tészta, ez eddig nagyon jól néz ki. Jó, rakunk egy keveset. Így. Erre jöhetnek a húsgolyók, a fehér, a vörös. Közben láthatják, majd nézhetik a hozzávalókat és a receptet. Az elég is bőséges, és jön még rá egy pici parmezán, dobd rá, és én még egy pici petrezselymet teszek, mint egy díszítésnek, ami lehet, ha olyan szezon van, akkor értelemszerűen friss petrezselyem. Vagy akár bazsalikom vagy is akár lehet. Vagy akár bazsalikom, egy kis zöld, és azt hiszem, hogy kész a szicíliai húsgolyó, egy picit. Elkészültünk vele. Előrébb tesszük, elkészültünk vele, és ezt is meg fogjuk kóstolni, mert az az igazság, hogy azért annyira mazoisták nem vagyunk, hogy miután elkészítünk itt egy ételt, akkor azt mondjuk, hogy itt kész vége, meg hát az ételeknek az a sorsuk, hogy elfogyasztjuk. Jó étvágya, ha önök készítenek egy ilyet, akkor tegyék ugyanazt. Mára viszont köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra. Jó étvágyat mindenkinek!